ezt a nagyon szép fehér Ford Focust a Ford Petrányitól kaptuk, aki ugye partnerünk és támogatónk. Induljunk el és próbáljuk ki az autót. Nagyon jó volt beleülni először, mert ugye átdolgozták az egész műszerfalat, meg a bordkomputert, meg a, itt a középső vezérlőegységet, és nekem tetszik, mert nagyon ilyen okostelefonos lett, tehát hogyha így az ember ránéz ezekre, akkor teljesen olyan érzésem van, mintha egy okostelefon néznék, és a kormányom mindkét a középső konzolnak, meg a műszerfalon lévőnek is külön van kezelőszerve, tehát hogy a kormányról lehet kezelni mindkettőt, és ilyen átvezető animációkkal kapjuk az információkat az autóról és a vezetésünkről is egyébként, mert hogy az autó nagyon sokat segít abban ezen a műszeregységen keresztül, hogy gazdaságosan tudjunk vezetni, hiszen egyrészt egy ilyen virág alakú kis logóval mutatja nekünk azt, hogy mennyire vezetünk gazdaságosan három szempontot figyelembe véve, és segít abban, hogy mikor váltsunk sebességet, mutatja, hogyha fölfele egy nagyobb fokozatot tudunk használni, ezzel alacsonyabb fordulaton, kisebb fogyasztással tudunk közlekedni. Úgyhogy nagyon jó, nagyon okos az autó, és az átdolgozott műszerfal, és a kormány, és a belső szerintem nagyon jó lett, nagyon, nagyon modern. Nagyon modern az egésznek a kinézete, ilyen kis fémbetétekkel, meg nagyon jó alakokat használnak rajta, de hát, hogy ilyen már űrhajós irányba megy el egy kicsit, és hogy ez nekem tetszik, mert én mondjuk nagyon szeretem az ilyen modern dolgokat, meg ezeket a kis kijelzőket, meg minden. Úgyhogy jó a belső, jó benne ülni, jó érzés benne ülni. Én mondjuk örülnék neki, hogyha egy kicsit a vezetőülést még kicsit lejjebb lehetne állítani, mert hogy én szeretek benne ülni az autóba, és hogy ebben még így is, hogy legalsó állásban állítva az ülés, egy kicsit magasan vagyok, de hát emiatt mondjuk nagyon sok mindent látni, mindent az utat is magad előtt közvetlen közel látod, tükrök is jó nagyok. Ez a sebességváltó kézváltó, hadsebességes, plusz ugye hátramenet. Nekem tetszik, könnyen jár, finoman jár, nagyon jól érezni, hogy mikor van benne sebességben, és mikor nincs. Nem jár túl nagy úton. Mindkét első ülésen van ülésfűtés, ami nem csak az alsó ülőfelületet, hanem a hátámlát is melegíti. 5 fokozatban állítható, és nagyon fázik a Bruno barátom, úgyhogy felkapcsolom neki. Nagyon jó az ablaktörlő. Én nagyon szeretem ezt, amikor a nyugalmi helyzetük az ablaktörlőknek alul van, a szélvédő alján van, és akkor onnan jönnek két oldalra, és onnan vissza, mert hogy ugye utolsó mozdulat a szélvédőnek az lefelé megy, és ugye a víz is könnyebben megy lefelé. És amikor ilyen városba közlekedsz lassan, és lemosod a szélvédőt, utána a szélvédőnek sokkal nagyobb felülete lesz tiszta. Szóval van automata parkolórendszer a gépjárműben, ami keresi a parkolóhelyet. És mikor megtalálja, akkor kiírja. Kéri tőlünk, hogy álljunk meg, tegyük hátra menetbe az autót, és ugye a pedálokat nekünk kell kezelni, de az autóval nekünk kell indulni hátrafelé, viszont a kormányt utána már ő fogja kezelni magától, és finoman bekormányozza az autót a parkolóhelyre. És kérje, hogy beparkoltunk. Az autóban van egy emelkedőn elindulás segítő rendszer, ami úgy működik, hogy a fékről való lelépés után még az autó fogja tovább az autót a fékkel, hogy ne guruljunk hátrafelé, és hogy engedjük fel a kuplungot, akkor úgy engedi el az autót, és úgy el tudunk indulni a hegynek fölfelé, és hogy nem gurulunk vissza. Az autóban nagyon hangulatos belső világítás van, most annyira nem látszik, de sötétben elég jól befolyásolja az autó hangulatát, ugye látjuk itt fönt a tetőn, meg a kilincseknél, az ajtózsebeknél, a lábtérnél,
ez mind világít, és lehet állítani a színét is, hogy milyen színűt szeretnénk, ilyen belső hangulatvilágítást, és ez ugyanúgy a lábtérnél is változik ezeknek a színe, és lehet állítani a fényerejét is. És nagyon jó, mert nagyon, nagyon kellemes az egész autónak a belső hangulata, mikor sötétbe megy az ember, és kiválasztja a neki tetsző színt, úgyhogy apróság, meg kicsit csicse, de nekem ez is tetszik, hogyha egy kéken hangulatosan világít az autó belsője. Nagyon, nagyon jól néz ki. Nekem leginkább az autónak a belsője tetszett. A műszerfal és a kezelő szervek az autónak, és az egésznek a modern kinézete. És hogy mennyire finom anyagokból van a bőrkormány, és a bőrváltó gomb, és a bőrkézi fékkar. És hogy finom az egésznek a fogás, és jó kezelni, és jó érzés az autóba ülni. És ezért ez a része különösen tetszett az autónak, hogy ilyen szép a belsője. Az autó itt ezen a kis havas úton is nagyon jól viselkedett. Nagyon barátságos volt, egy kicsit néha megcsúszik, amit nagyon finom kormánymozdulatokkal lehet kezelni. És élvezetes volt vezetni itt az autót.